Köszöntöm a Pécsi körnézőit. Lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában. Tartsanak velünk! Illényi Katica és Sárik Péter trió a Kodály Központ színpadán, a Kerekvilág Alapítvány jótékonysági koncertje. 50 év a fotográfiában, a 70 éves Hámori Gábor fotóművész jubileumi tárlata nyílt meg Pécsen. Színvonalas előadás, így zárták idén a Pécsi Harmonika Fesztivált. Halloween hangulata a Kodály Központban, fantasztikus filmzenék gyerekeknek a Pannon filharmonikusoktól. Illényi Katica és a Sárik Péter trió Jazz Class programja szórakoztatta a közönséget a Kodály Központ színpadán legutóbb. A Kerekvilág Alapítvány jótékonysági koncertjét láthatta a közönség. Illényi Katica és a Sárik Péter trió egy Bartók Béla művel kezdték koncertjüket a Pécsi Kodály Központban október 29-én. A klasszikus zenét játszó hegedűművész és a jazz világából érkező zenészek egy különleges összeállítású műsorral várták a közönséget. Egy majdnem vadonatúj műsorral érkezünk, talán ez a harmadik koncertünk, amit ebben adtunk. Illényi Katica és Sárik Péter trió, szerintem mind a kettő banda, mert a Katicát most lebandázom, de rá is az jellemző, hogy nagyon-nagyon sok stílusban működik, ugye ő klasszikus zenét végzett hegedűművésznő, de hát aki ismeri és mindenki ismeri, tudja, hogy énekel, tereminen játszik, steppel és mindenféle stílusú dolgokat csinál a klasszikus zenén túl. A trióra ugyanez elmondható, mi gyakorlatilag Bartóktól az Eddáig mindent játszunk a saját műsorunkon keresztül, és a Katicával már ki se tudom mondani, hány éve játszunk együtt, de most mondtuk azt, hogy csináljuk egy olyan műsort, ami abszolút ránk van szabva, és összefogja ezt az egészet, amit az előbb elmondtam. Most figyeltünk, hogy ez leginkább klasszikus zene legyen és jazz egyben, tehát most a más stílusban nem megyünk el, viszont az előadásmódnál meg nagyon fontos, hogy megtartottuk azt a fajta lazaságot, amit a többi műfajnál megszokhatott a közönség, és azt gondolom, ez nagyon jól működik, mert sajnos mind a klasszikus zenéhez, mind a jazzhez hozzáragadt egy ilyen komolykodó, hivataloskodó, feszengve ülő stílus, tisztelt a kivételnek, de amikor az ember klasszikus zenei koncertre megy, akkor úgy azt gondolja, hogy viselkedni kell nagyon. Most nálunk nem. Nem kell viselkedni. Énekelünk együtt a közönséggel, és egyáltalán sokkal lazább az egész, és azt vettük észre, hogy ez mindenkinek annyira jól esik, hiszen koncertre azért megy az ember, hogy felszabaduljon, hogy katarzist éljen át, és hogyha megérzi azt, hogy itt most tényleg nem kell úgy ülni, hanem hátra lehet dőlni, és bármikor lehet tapsolni, akkor ez egy felszabadító érzés. Úgy csináltuk, hogy kicsit gondolatba visszamentünk mondjuk Bach korába, ahol teljesen normális volt, hogy minden zenész improvizál. Később a klasszikus zenészek maradtak csak a kottánál, és most éppen ránk a jazz zenészekre maradt az improvizáció. Tehát mindegyik mű a klasszikus témából indul ki, tehát eljátszuk valamennyire az eredeti témát, és utána és közben jönnek az improvizációk, de alapvetően mindenféleképpen elhangzik a klasszikus zenei mű. Komoly zenészeket úgy nevelték, hogy nekünk mindig a kottát teljesen kottahűen, pontosan ugyanúgy kell lejátszani. A jazzisták pedig
végig improvizálnak. Na most nekem kihívás az improvizálás, nekik pedig az, hogy kottahűen pont úgy, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon sokat beszélgettünk a megoldásokon, és néha azt éreztük, hogy bizony kell engedni neki is, nekem is, de azt hiszem, egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes hangulat és repertoár állt össze, és alig várjuk már, hogy játszhassuk, mert minél többet játszunk, annál inkább születnek olyan megoldások, amik megismételhetetlenek. Bach is lesz, Bartók, Chopin, Kodály, Debussy, nagyon sok, Huba Jenő, végül próbálunk Hacsatúrján, nagyon sok. A koncertet a 25 éves Kerekvilág Alapítvány szervezte jótékonysági céllal. Először is nagyon-nagyon örülök és megtiszteltetés, hogy ilyen műsorra is hívnak bennünket, és hozzám nagyon közel áll ez a téma, mert az édesanyám gyógypedagógus, úgyhogy én pontosan ismerem ezt az egész hangulatot, mert tudom, hogy milyenek ezek az emberek. Én amikor már 5 éves voltam, akkor az óvoda ott volt a kisegítő iskola mellett, anyukám nagyon sokat vitt át az ő iskolájába, az összes gyereket. Mai napig emlékszem a gyerekek nevére, és hogy mennyire jó kijöttem velük, úgyhogy tőlem egyáltalán nem áll távol ez az egész dolog. A koncert bevételét a Kerekvilág Általános Iskola javára fordítják majd. Ebben az intézményben fogyatékkal élő gyerekek oktatását, fejlesztését végzik. Hámori Gábor 50 év a fotográfiában című jubileumi kiállítása nyílt meg a Mecseki Fotóklub Halász Rezső galériában Pécsen. A 70 éves fotóművész impressziókat mutat be képein át a 21. századból. A tárlat megtekinthető november 22-ig. Több mint 50 éve csöppent bele a fotográfiába, és ez azóta is magával ragadja. Nem is akar kiszabadulni belőle Hámori Gábor, pécsi fotóművész, aki idén 70 éves. Két kiállítás során mutatja be a fél évszázad alkotásait. Ez most az első jubileumi tárlat. Ezen a kiállításon szinte két évnél alig van régebbi kép, egy-két 2008-as, a többi 2022 és 24 között készült kép. Tehát ez most egy ilyen felfrissülés az én munkámban. Ennek sok oka van, de hát például ilyen, hogy a légifotózás, ami előtte 25 évig a legfőbb területen volt, az úgy egy kicsi alább hagyott. Most kellett magamat újra terveznem a földi fotózásnál, földfelszíni fotózásnál, viszont ami régi diákkori álmom volt, a sok fekete-fehér képkészítés, ami akkoriban nem jött össze valami ilyen olyanok miatt. Most végre kiélem magamat a fekete-fehérben, és nagyon sok fekete-fehér képet készítettem az elmúlt 2-3 évben. Ezekből mutatok be sokat. Több fekete-fehér fotót látni a kiállításon. Ez a fényképezés legkorábbi korszakára nyúlik vissza. Vajon Hámori Gábor milyen indítatásból készít napjainkban ilyen színekkel képeket, vagy a nosztalgia, vagy valami egészen más az, ami foglalkoztatja? Fiatal koromban, amikor tanultam fényképezni, akkor a fekete-fehér technikáját megtanultam, de a látásmódját nem sikerült. A színeset viszont valahogy magamhoz közelebb állónak éreztem, és akkor évtizedekig csak színes képeket készítettem, és hogy is mondjam, irigykedve néztem a jó fekete-fehér fotókat. És érdekes módon nem a technikai fejlődés hozta nekem ezt, hogy most fekete-fehérrel fényképezzek, hanem egyre inkább redukáltam a képeknél a felesleges információkat. Ez úgy kezdődött, hogy a színes képeimnél is egyre kevesebb színt használtam, visszafogtam a tónusokat, és akkor így jutottam el végül addig, hogy a színeket teljesen kivonom, és csak a mondani valóra és a formákra, az esztétikára tudom a lényeget fordítani, és kifejezni azt, amit szeretnék bemutatni. Valja, nem kell azért sokat utazni, hogy az ember jó képeket készítsen. Baranya, Balaton környéke, esetleg Budapest, Magyarország, amerre járok, hát
a Nagy Magyarországot is beleértve, azért itt vannak olyan képek is, amik Erdélyben készültek, de hát azért nem tudok kibújni a bőrömből, amikor utazni, mert hogy utazni nagyon szeretek, amikor utazni tudok, akkor természetesen fényképezek, amit csak lehet. Azonban nemrég igen messze földön járt, Kínába utazott, és onnan is hozott fotós emléket, éppen azt, ami előtt beszélgetünk. Vágyam és a szakmai lehetőség egyszerre nyílott meg. Egy fotófesztivált rendeznek most már 21-szer Pingyao nevű kisvárosban, amire idén sikerült engem is meghivatni, hogy így mondjam. Hát ugye a világból több ezer fotográfust hívnak meg oda. Most idén is olyan 7-800-ról tudok, amennyien szerepeltek képeikkel, tehát nagy élmény volt már eleve ez a hatalmas képmennyiség, több ezer fénykép kiállítva egy időben, és hát Kína kultúrája, a kínai emberek kedvessége, ez mind közel áll hozzám, úgyhogy most ezt tudtam így kihasználva egy hetet tölteni Kínában, egy világméretű fotófesztiválon. A kínai kiállítás a Pingyao Nemzetközi Fotófesztivál nevet viseli, 24. alkalommal szervezték, körülbelül 50 ország fotográfusait hívták meg, sok ezer képet kiállítottak egy időben, szabadtéren, gyárcsarnokokban, galériákban, mindenhol kiállítás volt, és hát itt mód volt eszmecserékre, kis meetingek, beszélgetések, szakmai beszélgetésekre és találkozásokra. Bár több nehézsége volt a kiállítás összehozásában, de ezt most szeretnék körbevinni az országban, esetleg külföldön is bemutatná Hámori Gábor. Most egy hónap múlva lesz ennek egy folytatása, mert hogy ez a 70 évet és az 50 év fotográfiában, ezt úgy tudom ünnepelni, hogy nem egy nagy kiállítás, hanem két kisebben mutatkozok be. A másik kiállításomon ott régebbi képek is lesznek, nem csak 21. századiak. Hámori Gábor 50 év a fotográfiában című jubileumi kiállítása a Mecseki Fotóklub Halász Rezső galériában várja a látogatókat Pécsen. A 70 éves fotoművész impressziókat mutat be képein át a 21. századból. A tárlat megtekinthető november 22-éig. Ebben az évben 8. alkalommal rendezték meg a Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is nagyszabású koncerttel készültek a Baranya vármegyében tanuló harmonikások. A Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét a Harmonika Hét zárásaként rendezték meg a Kodály Központban. A tavalyi évekhez hasonlóan fellépett a Himesházi Harmonika Zenekar, a Bói Harmonika Együttes, valamint a megye növendékeiből álló Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. Tulajdonképpen a gála már 3-4 évvel ezelőtt is azért jött létre, hogy a Baranya megyei harmonika oktatást a Baranya megyei harmonikás közeget bemutassa. A gálának az egyik fő attrakciója, ha lehet ezt így mondani, a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar, amelyben a megyében tanuló harmonikás növendékek és tanáraik vesznek majd részt. Ez idén egy 40 fős zenekar, őket egészíti ki nagybőgő, gitár, valamint lesznek szólistáink, trombita, a Percussion Project Pécs többek közt, és az, ami az idei év újdonsága, hogy lesz egy Baranya megyei kis harmonika zenekar is, amelyben a 10 és 12 éves megyei harmonikás növendékek vesznek majd részt. Ők idén fognak debütálni, és remélem, hogy ebből hosszú távon is ők ki tudják majd nőni, és aki tovább lép, az van hova tovább lépni, mert majd mehet a nagy zenekarba. Rajtuk kívül az eddig évekhez hasonlóan ugyanúgy lesz a Bói harmonika zenekar, a Himesi harmonika együttes, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon kerek programnak nézzünk elébe. Idén egy új felállás is szerepelhetett a színpadon, ez pedig a Kis Harmonika Zenekar, mely nyáron alakult olyan általános iskolás diákokból, akik érdeklődnek irántuk. A csoportot a kezdetektől fogva Durovics Dóra tanárnő vezeti. A Kis Harmonika Zenekar nyáron alakítottuk, és augusztusban kezdtük el a próbákat a Lénaó házban. Egyrészt ez a célunk, hogy a német hagyományainkat megőrizzük, a népzenét,
illetve hogy a gyerekek összejöjjenek egy zenekarban, és a harmonikát gyakorolják, és az a célunk, hogy utánpótlást is neveljünk a nagy zenekarban. Jelenleg a csoportban 24 harmonikás gyerek zenél. Mindenki nagyon lelkes volt, hogy már ilyen fiatalon színpadra állhat. Fontos, hogy a gyerekek minél korábbi éveikben megtanuljanak csapatban dolgozni, valamint így egymást is motiválják. Lesz egy részlet a muzsika hangjából, az Édelweiss című dal. Ezen kívül még kettő német és egy magyar dal fog elhangzani, a Kiskecelányom című népdalunk. Nagyon lelkesek a gyerekek, úgyhogy szerintem mindenképp hosszú távon is működni fog, úgyhogy remélem ez így folytatódik. Nagyon jó hatással van a gyerekekre, ha egymást is hallják, motiválják egymást, ugye kisebbek is, ha látják például a nagy zenekart is, hogy hova lehet eljutni, vagy akár a Harmonika Fesztiválon bármelyik rendezvényre elmentek, akár a szólókoncertekre is nagyon-nagyon jó motivációt adhat a gyerekeknek, ezért is fontos, illetve hogy a hagyományainkat megőrizzük, és a harmonika fennmaradjon, mint hangszer legyen utánpótlása. A gálakoncert két felvonásból állt, az első részben a kisebb zenekarok mutatkozhattak be, a rövid szünet után pedig a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar kapott szerepet. Az első felvonásban lesznek a kisebb zenekarok, úgy találtuk ki, illetve a kis zenekar, ami amiatt is pedagógiailag is fontos volt számunkra, hogy ők fogják megnyitni az estét, és utána végig tudják nézni a gálát. És a második rész az szinte csak és kizárólag a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekaré. Ez mint pakolás szempontjából is így volt jó, és én azt gondolom, hogy ez a nagy zenekar, ez országosan is egyedülálló, és szeretjük volna, hogyha ők zárják a végét. Lázár Bálint 11 éves kora óta harmonikázik, most a Baranya megyei ifjúsági zenekarban játszik. Természetesen neki is vannak további tervei a zenével. Nekem úgy jött, hogy nagypapám harmonikázott nekünk, amikor kicsik voltunk, és amikor furulya után választhattam egy másik hangszert, akkor a harmonikára esett a választásom. A Baranya megyei ifjúsági zenekarral játszom. Most a Pécsi Művészetibe járok felnőtt képzésre, és utána tervezek az egyetemre felvételizni. A Pécsi Harmonika Hét zárásaként rendezték a gála koncertet. Az elmúlt napok tapasztalatai nagyon pozitívak, hamar elkeltek a jegyek a zárókoncertre is, valamint a hét közbeni előadásokra is sokan ellátogattak. Én nagyon-nagyon pozitívnak tartom. Őszintén megmondom, hogy amikor én ebbe belevágtam, tudtam, hogy ez eddigi legnagyobb program lesz. Nagyon-nagyon sok programunk volt, hét különböző helyszínen 17 koncert, több mint 100 fellépő, és kicsit féltem attól, hogy nem lesznek teltházak, illetve nem lesz ekkora érdeklődés, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert az esetek nagy részében vagy teltház volt, vagy tényleg nagyon sok közönség összejött, nem csak a megyéből. Egy célja is volt az idei fesztiválnak, hogy egy kicsit bővítsük, és nagyon sokan jöttek például külföldről is, akik, vagy például a harmonikás cég, a fellépők, nagyon sok külföldi fellépő is volt, illetve hát úgy külföldiek, hogy magyarok csak kint tanulnak. Nagyon-nagyon sok új helyszíneket bevontunk, például a Művészeti Kart, a Pécsi Tudományi Egyetemen, vagy az Eszkárgó Szobaszínházat, és még nem tudtuk, hogy fog működni, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy én azt gondolom, hogy minden koncert megtalálta a maga helyét, és számomra nagyon-nagyon pozitív ez a hét. A szervezők szeretnék ezt a nagyszabású rendezvényt továbbra is megrendezni, hiszen bőven van érdeklődés az ilyen programok iránt. Én szeretném ezt minden évben megtartani. Ez nekünk is egy olyan
egy olyan esemény, amire tudunk készülni, amire hónapokat tudunk készülni, meg is tudjuk magunkat mutatni. Én szeretném, hogyha ez hosszú távon is így tudna működni. Én azt gondolom, hogy az idei programsorozattal a fesztivál a határát elérte, tehát ennél lényegesebb több programot nem tudunk és nem is akarunk megrendezni. Ha ez így meg tud maradni, én azt gondolom, hogy ennek hosszú távon lesz eredménye. Én azt is sejtem, hogy ez még rövid távon nem érezhető. Vannak már nagyon pozitív visszajelzések, illetve hát az nagyon pozitív, hogy most például már egy hónappal elkeltek a jegyek a Gála koncertre. Ez biztos, hogy nagyon-nagyon pozitív, de nyilván ennek még nincs akkora hatása, de én azt gondolom, hogy ha azok a programok, mint például a Zeneovis programjaink is elérkeznek egy 5-6-7-8 éves szintre, akkor én azt gondolom, hogy már lehet látni, hogy esetleg többen jelentkeznek a zeneoktatásba, akkor majd kell több harmonika tanár, nagyobb lesz a zenekar, és így szépen lassan az évek alatt fogunk tudni bővülni. A Gála koncert a Baranya megyei Harmonikások Egyesület szervezésében valósulhatott meg, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. A Pécs megyei jogú város önkormányzata támogatásával. Halloweenhez közeledvén jelmezbe öltözve vettek részt a gyerekek a Fantasztikus Klasszikusok sorozat legutóbbi előadásán. A zenén kívül ismertetés is elhangzott Horváth Krisztián szómester által. Hátborzongatóan jó filmzenét raktak össze számukra, melyet a Pannon Filharmonikusok muzsikusai szólaltattak meg. Jelmezbe öltözött gyerkőcök izgatottan várták a koncertet. Most a Kodály Központ fölszinti nézőterén a Halloween tököt szimbolizáló sárga színű babzsákokon ülhették végig a halloweeni koncertet. Megbízott koncertmesterként dolgozik Matuska Réka hegedű művész a Pannon Filharmonikusoknál. Az évzenekari művészet címet is ő érdemelte ki. A fantasztikus filmzenékre saját két kisgyermekét is elhozta. Igen, ez egy nagyon kedves és nagyon-nagyon sikeres kezdeményezés, ez a Fantasztikus Klasszikusok sorozat. Ez egy kicsit mindig, hogy is mondjam, kézzelfogható, közvetlenebb koncert, ugye nyilván gyerekeknek szól elsősorban, és itt belefér egy kis poén, egy kis lazaság, egy kis kötetlenebb kapcsolata nyilván a közönség és a zenészek között. A végén egyébként fel is jönnek majd a színpadra, és köztünk tudnak ott mozogni, hangszereket próbálni. Most a gyerkőceink is itt lesznek a koncerten, akik már borzasztóan várták, hogy egyrészt minket is megnézzenek, hogy hogyan fogunk kinézni Halloween jelmezben. Azért nem is tudom, hogy volt-e ilyen a koncertsorozatok között, ahol ilyen klasszul be kellett öltözni. Azt hiszem, talán volt Farsangkor, és hát ők is beöltözhetnek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon, nagyon jó pofa koncert lesz ma este, úgyhogy ezt így személyesen édesanyaként is vártam, és koncertező művészként is. Teremi Dáriusz karmester vezényelte az este produkcióját. Nem idegen számára ez a fajta zenei esemény, hiszen tavaly volt itt először dirigálni a zenekart, szintén a Halloween esten. Ilyenkor mindig kész műsor fogad, de nagyon tetszik az összeállítás, hiszen a mesefilmek és népszerű zenék mellett klasszikus darabok is sorra kerülnek. Szerintem ez nagyon jó arány, hogy próbáljuk a gyerekeknek az igazi klasszikus zenét is megmutatni. Zenekarnak van egy különleges családi légkör, ami a közönséggel együtt kiegészülve még otthonosabbá teszi ezt a
ezt a koncertet. Harmadik évad óta zajlik a Fantasztikus Klasszikusok sorozata Pannó Filharmonikusok rendezésében. Ennek Horváth Krisztián karnagy, zongora művész zeneszerző a házigazdája, a szómestere. A Halloween jegyében a fantasztikus filmzenék elnevezést kapta az este. Nem csak arról van szó, hogy itt a zenéket eljátsszák a zenészek, mint egy normál koncerten, hanem van azért egy kicsi magyarázat is ezekhez a zenedarabokhoz, mint egy hidat képezve a klasszikus zene vagy a komoly zene és a fiatal hallgatóság között, akik ugyebár még sulisok, általában inkább általános iskolások, de azért néhány középiskolás is előfordul, és nekem pedagógusként is az a feladatom, úgy egyébként a civil életben is, hogy ezt a hitat felépítsem, és építgessem, és karban tartsam, és hát ez itt aztán egy különleges alkalom arra, hogy mindezt élőzenével ugye meg tudjuk tenni. Ismeretterjesztés, poénok, hangszerbemutató és motiváció a gyerekek zenehallgatásához, illetve azért, hogy a gyerekek tanuljanak zenét. Az is a feladatom, hogy ezeket a műsorokat én összeállítsam, és hát a mai koncert ugye már a Halloween jegyében zajlik, pont ezért van ez a maskara is, illetve itt az egész Kodály Központ most fel van díszítve fényekkel, itt biztos nem lehet hallani, de ilyen ijesztő, atmoszférikus zene megy, és ezzel várjuk a fiatal közönséget, reméljük, hogy nem lesz túl ijesztő ez nekik, és valahogy azért erre a Halloweenra, illetve hát a magyar megfelelőire, a Mindenszentekre, Halottak napjára is szeretnénk reagálni, akár egy Beethoven zongora verseny második tételétől kezdve, akár a filmzenék, és itt a filmzenéken lesz a hangsúly, hiszen az összes muzsika valamilyen filmben megtalálható, a klasszikus része, illetve természetesen lesznek olyan muzsikák, amik eleve filmzeneként készültek, úgyhogy nagy izgalmakkal várjuk. A klasszikus zenetörténetben pedig bőven van muzsika, ami erre megfelel, tette hozzá Horváth Krisztián. Végül nézzük, milyen programok várnak ránk a következő napokban. Halloween alkalmából október 31-én napközben gyerekprogramokkal, például tökfaragással, arcfestéssel, jelmezkészítéssel, éjszaka viszont 16 éven felülieknek szóló élményekkel készül a Pécsi Zsolnai negyed. A Rémségek üvegházában a felnőttek élhetik át egy borzongató túra keretében legijesztőbb rémálmaikat. Utána garantáltan jól fog esni egy ördögi koktél a jelmezes Halloween partin DJ Venommal és DJ Turnerrel. A programok délelőtt 10 órától éjjel 1 óráig tartanak. Koncert. A jövőre 20 éves Kis Csillag újra csendes ülős koncertet ad. Lovasi András és Leskovics Gábor együttesét a füllett rockklubokból és a fesztiválokról ismerhetik a legtöbben, de 2024 őszén megmutatják a ritkábban látható arcukat is. A műsor önmagában is igazi csemege, amit egy különleges közreműködő tesz garantáltan felejthetetlenné. Ekkor Falusi Marian lesz a Kis Csillag vendégénekese november 6-án este a Kodály Központban. Látogassunk el a Pécsi Nemzeti Színházba. Pécset éppen 20 évvel ezelőtt volt műsoron, és több mint 100 előadást élt meg Vajda Katalin zenés komédiájának első része, az Ankonai szerelmesek. A darab sokakban ébreszt a mai napig jó emlékeket. Az Ankonai szerelmesek 2-t Vidákovics Szláver rendezésében láthatja most a közönség november 5-én, 6-án, 7-én, 8-án és 9-én. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!